Komoly célokkal vágott neki a szezonnak a Mándok, és nem is szerepelt rosszul a csapat a bajnokság első szakaszában. 8 forduló után a tabella élén állt az akkor még Kis Gábor által irányított együttes, aztán a Balkányban elszenvedett 5-0-ás vereség után a váltás mellett döntött az egyesület vezetése. Érkezett Mirgai László, aki a hátralévő őszi 6 meccset a játékosok feltérképezésére igyekezett felhasználni. Az ő mérlege 3 győzelem és 3 vereség, összességében pedig 10 győzelemmel és 5 vereséggel 30 pontot szerezve, az éllovas Nyírgyulajtól 4 ponttal lemaradva a harmadik helyen áll a tabellán a Mándok. Elégedett vagyok azért, mert tulajdonképpen 2 mérkőzés volt, amin ki tudtunk normálisan állni, úgyhogy volt kis padunk. A többi mérkőzésen sajnos egy 16 éves gyerek és egy felnőtt játékos állt rendelkezésemre, ezért nem tudtam belenyúlni sokszor a csapatba. Hát ezért van az, hogy tulajdonképpen 50%-os a teljesítményünk, mert több olyan mérkőzésünk volt ezek a 6 mérkőzésből, amit hozhattunk volna, hogyha tudok a kispadról erősíteni. De nem vagyok elégedetlen, hiszen a srácok mindent megtettek. Hiába fokhiasak voltunk a kispadon, neki mentünk mindenkinek, tehát nem arra vártunk, hogy majd visszaállunk és kontrázunk, hanem bátran már az ellenfél tér felén letámadtuk az ellenfelet. Ezáltal egyértelmű, hogy az eredmények is mutatják, hogy tulajdonképpen nem volt döntetlenünk, mert bátran kinyíltunk és vagy nyertünk, vagy kikaptunk egy góllal. Mint az edző elmondta, szükség van a játékos keret megerősítésére, és ezért több labdarúgóval is megegyeztek a közös folytatásról. Télen nehezebb igazolni, ennek ellenére jelen pillanatban úgy állunk, hogy 2 kapus és 3 mezőjátékos már a miénk. Úgy néz ki, hogy tehát aláírtak, aztán már csak az egyesülettel kell megegyezni, és még 1-2 játékossal tárgyalunk. Én nagyon remélem, hogy így most már minőségben is, hogy megleszünk, ez látszani fog a következő évben. A Mándok január 7-én kezdi el a felkészülést. Egy harmadosztályú szlovák csapattal játszanak majd oda-vissza meccseket, és a megyei igazgatóság által szervezett műfüves tornára is benevezett a csapat. A cél tavasszal a dobogós helyek valamelyikének megszerzése.